Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt látható ezen a képen. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz az ő gondolataiban. És ő úgy látja a dolgokat, hogy te ugyan nyitott vagy egy párkapcsolatra, egy találkozásra, de jelenleg mégis úgy elfordulsz tőle, fogva tartasz még valamit a múltból, nem tudod elengedni, és így nehéz számára ezt a kapcsolatot folytatni, hiszen nem tudja, hogy hogyan viszonyulsz majd vele szemben. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt láthatóak a csillagok, tehát megvan nála a bizalom, hogy minden jól alakul, de ez a híd utal egy átmeneti időszakra. Az egyik partot már elhagytátok, tehát le fogjátok zárni a múltat, az új part még nem látható, oda még nem érkeztetek el. Lehet, hogy azért, mert te még fogva tartasz valamit, ez lehet a múlt, ez lehet egy bizonyos kapcsolat, de lehet egy félelem is. De ő biztos abban, hogy minden jól alakul, hiszen tudja, hogy a csillagok szerencsét hoznak, és ti jó irányba haladtok. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ő a kezébe veszi ezt a kardot, és fontos döntéseket fog hozni. Lehet, hogy kicsit parancsolgat neked, de ami még a szándéka, hogy beszéljetek egymással, hogy tisztázzatok egymással valamit, és ez lehet ez az új part, egy közös jövő. Mi az, ami összefűz benneteket? Erre utal a pipacs, és a pipacs jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, de azt is, hogy mennyire fontos most, hogy kipihenjétek magatokat. De az álom is megjelenik itt, hiszen megjelensz az álmaiban, az is lehet, hogy te álmodtál róla. Megvan ez a lelki kapcsolat kettőtök között. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!